Na, sziasztok, üdvözlök innen mindenkit Falmosról, mint a következő vasúti megállóhely bemutatása. Szintén a 120 vonalon van, Budapest Nagykáta szólnak még mindig, és pont most fog jönni egy vonat. Szerintem ez valószínűleg egy ilyen itt megállós vonat lesz Pest fele, mert nagyon sokan vannak itt, és nézzétek meg, hogy ez itt a P+L parkoló itt mellettünk. Egyébként itt van a busz megálló is a megállóhely mellett, és már várakozik is benne egy busz. Nézzétek meg, hogy B+L parkoló nincsen, viszont rengeteg bicikli van a korlátoknál, tehát mondhatni igény az lenne rá. Na, nagyon sokan jönnek ki biciklivel a vonathoz. És a megállóhelynek van egy épülete, és még egy kiadás is van, ha minden igaz, de ezt meg fogjuk nézni. És most menjünk és nézzük meg a vonatot. Egyébként arrafele van Szolnok, vagyis hát inkább most már Tárpiószele, majd lesz a következő megálló, vagy hát az volt a nagyobb állomás. Túloldal pedig Nagykáta, ott most jön egy vonat. Keleti felé menő vonat is, és utána kiürül a megálló, és lehet filmezni, hogyha ez elment. A másikat, és ezt nézzétek, itt még WC is van. Szokatlan egy megállóhelynél, de van. És nyitva is van, nem is zárták le, és egész kultúrált. Ugye a 120-a majdnem minden megállóhelyre felújítottak. Ja, és ez néha hasznos tud lenni, amikor sokat kell várni a vonatra, és tölteni kell a telefont. Most látjátok, itt van a váróterem, meg a pénztár. És ráadásul nem is ez a hagyományos fotószeres ajtó van, hanem ilyen gomnyomásra kinyílós. És akkor nézzétek meg. Hát egy kis váró, talán pad, minimális információk, és működő pénztár. Tehát ez is egy szokatlan megálló helyen. Nézzétek. De azt kell mondani, hogy egész kultúrát. Egész van álló helyez, és hogy be is van kamerázva, ami nagyon fontos a tornálok miatt. És látszik itt a Tápiószele felőli végén van egy útátjáró, félsodompós, fénysodompós, külön fénysodompó a gyalogosoknak, és a hagyományos MÁV stílusú peron. Ugye, itt még magát a peront azt nem építették át, úgyhogy viakolor nincsen, rendes beton, biztonsági sáv, sárga csíkkal felfestve, van működő hangos tájékoztató, viszont digitális, vizuális nincsen, digitális kijelző, viszont de a helye már itt van. És ezt úgy látom, hogy ez friss alapozás, tehát ezt valószínűleg nemrég tették ide, tehát feltételezem, hogy idén be fogják üzemelni, tehát ez úgy néz ki ebből, ez friss alapozás, meg ilyen frissnek tűnik nekem ez az egész, hogy nem arról lehet szó, hogy meggondolták magukat aztán, vagy csak az akasztófát csinálták, meg aztán ugatták, hogy a kijelzőt azt mégse teszik oda. Nem, hanem ez így egyszerűen. Majd szerintem még idén ez egy idei projekt, hogy van még arrafele két esőbe álló, szemetes kuka is van, remélhetek ürítik is őket. És mindegyiket a következő megállóhely az már Tápiószedmát van, ezt ahol már jártam egyébként. És elég megtévesztő a neve, de a szabavíros elmondtam, mert hogy Göbölyjárás mellett van, nem Tápiószedmáton mellett, de egyébként. Falmosnál meg viszonylag közel van a falu, megnéztek, és látszik, hogy a P+L parkolóban is vannak, ugye most ment el a vonat, úgyhogy most egy kicsit kevesebben, sokan elmentek autóval. De a korlátoknál nagyon sok bicikli van itt a felvételi épületnél, valószínűleg azért, mert ott van bekamerázva, de ott nagyon sok bicikli van, tehát használják azért biciklivel is, azért hamar elérhető itt a városközpont. És akkor nézzétek meg, hát egy
És annyiban több, mint egy átlagos megállóhely, hogy van felvételi épület, üzemel benne egy pénztár, van váróterem benne, és még WC is konnektorral. Hát akkor a farmos bemutató videóm az ennyi lett volna. Igazából szerintem, amit lehet itt látni, azt mind megnéztük. Ennyi. És jönni fog egy vonat mindjárt, úgyhogy akkor azt még megvárom. De ez egy áthaladó lesz valószínűleg, mert a keleti felé aztán még most ment, aha, és most megy le a sodompó. Úgyhogy akkor majd fogtok kapni bónuszba egy vonatot, pont úgy, mint ahogy Zagyvarékasnál is, amit szintén mai nap vettem föl. És pont mikor lezártam a videót és már indultam volna tovább, akkor láttam, hogy fénysodompó le. Akkor várjuk meg, hát, hogy jön valami érdekes, és az jött. De majd ezt abban a videóban látni fogjátok úgyis, hogy milyen menetet fogtam ki. Szerencsék van, akkor is egy tehervonat lesz, de én úgy látom, hogy ez egy szili. Hát akkor valószínűleg csak egy áthaladó gyors vonat. Na mindegy, akkor ez a videó az ennyi lett volna. Köszönöm, hogy megnéztétek, és akkor sziasztok. És megálljuk a vonatot.